mindenhol éreztem a népismeret hiányának a következményeit, hogy azt, ami a nép szokás volt és gyakorlat, azt elmaradottságnak, privintéségnek, kigúnyolandó butaságnak nevezték. Amennyire én megismerhettem tanulmányaim során kézikönyvekből és tankönyvekből a magyar történelmet, az nem az, amit én a most már 88. évemben vagyok, életem során, mint igazságot megismertem. És röviden így mondhatnám, hogy az a tanított, nem csak most, hanem már 200-300 év óta tanított magyar történelem nem alkalmas arra, hogy az emberekben az igazi hazaszeretetet, a magyarság csodálatát fölébressze. Tehát minél előbb olyan történelmet kell írnunk, ami lelkesít, ami a szép példákat fölállítja, és kegyetlenül rámutat az igazságra ott, ahol tévedtünk. Itt nem csak arról van szó, hogy rácsodálkozunk a múltra, hanem arról, hogy vannak olyan problémáink, amiket meg kell oldani. És én a néphagyományban, az igazi néphagyományban, nem azt, amit annak tulajdonítunk, hanem az igazi néphagyományt, amit objektíven föl lehet tárni, az tulajdonképpen mintát és példát ad arra, hogy a most jelen és jövőben lévő problémáinkat megoldjuk. Tehát itt nem egy tudományos érdeklődést kielégítő, érdekes dolgokat mutató tudományról van szó, hanem arról van szó, hogy keressük az kiutat és a megoldást a jövőben, és ezt a múlt ismerete nélkül, tanúságai nélkül nem fogjuk megtalálni. És így szerintem az igazság megismerésével növekedni fog a szeretettünk azon iránt, a nép iránt, amelyik ha kellett, akkor egész önfeláldozóan az életét adta ezért a Magyarországért. Gondoljuk itt a nándorfehérvári győzelemre, amikor a világ legnagyobb hadseregét, amit francia és német tüzérek támogattak, második Mohamedet, aki Bizáncot is elfoglalta, a felfegyelzett parasztok Hunyadi János vezetésével tönkreverték. Azért szól a harang egész Európában, ezt mindenki, ezt még tudjuk, ugye? De hogy ez milyen győzelem volt, majdnem a fele ott maradt a fegyverzett magyaroknak, de ha ez nem történik meg, akkor Mohács is előbb bekövetkezik, és egész Európa veszélybe került volna. Mert nem Magyarországot akarta második Mohamed meghódítani, hanem Európát. Csak akadályozta Magyarország. Úgy állítják be a honfoglalókat, mint nomád, lovas nép, aki számára a földművelés megvetendő, és ezt leírták nem egyszer, többször is. Holott én azt bizonyítom, hogy a magyarság természetesen az együttműködő kultúrája, nem mondom földművelésnek, mert nem csak földművelésből állt, ez a legfejlettebb volt, és a legtöbb értéket tudta teremteni. Aztán az sem igaz, hogy a magyarság azért települt ide, mert ez steppe volt, ahonnan mi jöttünk, tehát itt megtaláltuk ugyanazt a természeti környezetet. Az Alföld nem volt steppe, hanem eléggé nagy számban erdős terület volt. Tehát a mi kultúránk nem volt egy nomád lovas kultúra, hanem a természettel együttműködő, nagyon sokoldalú és nagyon fejlett együttműködésű, élelemtermelő és egyben demokratikus kultúra volt, mert érdekes módon az ártéri gazdálkodás vagy a falvaknak a közös birtoklásának a megszüntetése Mária Teréz idejében az azzal járt, hogy megbontották a falu demokratikus egységét, ahol nem volt szegény ember, és kiegyenlítődve a földet is 10-15 évenként újraosztva teljesen egy olyan módon gazdálkodtak, ahogy ezt csak ideológusok, csak egy álomképben tudják megfogalmazni, hogy ezt kéne elérni. Tehát ez a másik, akkor a kereszténység fölvétele, hát honfoglalási sírokban is vannak keresztek. Koppány nem volt pogány. Pogánylázadások se voltak pogánylázadások, hanem a Péter által behozott ellen a magyarságot sanyargató és sok gazdaságot elkövetett idegenek ellen fordult. Hát amikor zsóba voltunk magunkkal, honfoglalás után 3 évszázad alatt egyik vezető hatalmává lettünk Európának. És attól kezdve mindig csak veszítettünk. Hát a magyarságnak a lélekszámát aztán ezek a tragédiák iszonyatosan meg,
Nem a Muhinál esett el a sok magyar, hanem utána az ország prédájában volt, és sorra tűntek el falvak. Tehát erre támaszkodik Szegfű meg a többi, hogy azt mondták, hogy az Alföldnek az elnéptelenedését a török meg a tatárok hozta. És ezek a falvak ellenálltak. Hát a Balkánon meghódított népek azok engedelmesen a török birodalom zsoldosaivá és alattvalói váltak. A magyar népet nem lehetett erre kényszeríteni. Ezért telepítenek be szerbeket a törökök. És hogyha nincs Rákóczi felkelés, ez sincs benne a történelemben, akkor ma a Szerbia határa Balaton, Kecskemét vonal lenne. Ezt így is tanítják Szerbiában. Egy földes úr levelet ír a bécsi kormánynak, hogy Erdély el fog veszni, mert a magyar népessége itt kiszorul. És vannak olyan falvak, ahol ezelőtt 30-40 éven még egy román se lakott, most már román többség van. Csináljanak valamit. Persze nem csinált senki semmit. De ezt a levelet senki más nem idézi, mint a Berlász, aki megtalálta a bécsi hadilevéltárba, és leírta. És senki nem vette át. Én átvettem, és a Berlász megismertem személy szerint is. Óriásian örült, hogy végre valaki kézbe veszi, és idézi az ő könyvét. A mezőség volt Erdélynek a éléskamrája. És most puszta kopasz domb az egész, tele vízmosásokkal, és románok legeltetnek ott. Akkor Erdélyt akkor hogy a Trianon vette el? Nem. Már akkor Trianon idejében már román többség volt. És hát az, hogy ott vannak az elszakított részeken a magyarok. Most nem paraszt és földes úr, hanem anyaország és kisebbség. Ha merünk áldozatot hozni, akkor megmaradnak, sőt. Sok kisebbségi területen nagyobb a népszaporulat, mint Magyarország nagyobb részén. Ugye? De egy kicsi áldozatot kell vállalni. És vannak ilyenek, én csodálkozom, hogy vannak ilyenek, akik moldvai gyerekeket örökbe fogadnak, akik iskoláztatják, és itt fogadják is. Tehát van egy ilyen mozgalom önmagától is, mert érzik az emberek, hogy ez egy olyan öröm, amit máshonnan nem lehet megszerezni. Ezeket táplálni kell, és ezekről beszélni kell. Tehát vannak ilyen mozgalmak. Tehát nagyon sok területen kellene a igazságot megadni, hogy egy egészségesebb, egy a népet jobban megszerető, magyarságára nagyobb büszkeséggel visszatekintő ifjúságot. A nép pedig, ellentétben a többi meghódolt népekkel, utolsó pillanatig ellenállt, ilyen nép nincs még. Gondoljuk 56-ra. Én ott voltam, amikor a szovjet tankból kilépett a katona, és meg se ütötték. És ott voltak a kirakatok betörve. Senki nem lopott onnan semmit sem. Nem volt lincselés. Hiába van megírva a köztársasági események, még a mai tartkövekben is, úgyhogy ott meglincseltek. Nem igaz. Ott voltam, beszéltem azokkal, akik utána kivégeztek, mert akkor még kiskorúak voltak. Tehát magyar történelmet át kell írni az igazság nevében, mert különben nem tudunk büszkén visszatekinteni arra, hogy minden népnél nagyobb áldozatot hoztunk a szabadságért és a kereszténységért. Sokan 10 könyvet elolvasnak, és írnak egy 11. könyvet. Én meg terepre jártam, filmeztem, följegyeztem, és olyan dolgokról írtam, amikről senki nem írt. Meg kell ismerni a nép kultúráját és történetét. A németek 6-8 ezer népdalt ismernek. Mi 200 ezeret tartunk nyilván a Zenetudományi Intézetben. Tehát látszik, hogy itt van lenne a legnagyobb szükség arra, hogy a népi kultúra valamilyen formában újra közösséget teremtsen, újra büszkeséget a múlttal és barátságot a kortársakkal megteremtsen. Tehát a művészeti nevelés az alapja. Az anya és gyerek viszonya sem jó így, ebben a formában, ahogy az a modern világ elviselésére kialakították. Igenis, többet kell az anyának a gyerekkel lenni. Mikor az én gyerekeim megszülettek, feleségem bizonyítja, ugye akkor a szülészeten itt voltak az asszonyok, ott voltak a gyerekek. 3 óránként vitték szopni, mert rendnek kell lenni. Nem szabad azt csinálni, hogy akkor szopjon, mikor akar. Tanuljon meg rendet. Ezt még a házi orvos is mondta, a gyerekorvos, mikor már hazament a klinikáról. És több ezer éven keresztül, nem csak Magyarországon, hanem a világ minden részén,
az édesanya, ha nem munkája volt, magára kötötte szorosan a gyereket, és úgy kapált, és úgy kaszált, és úgy hajtotta a marhákat, és így tovább. A hazafias nevelés ott kezdődik, hogy az édesanya már dalokat mond a gyereknek. Ugye a Kandály-Kodály módszer nem az, hogy szolvinzálni megtanuljon. Szeressen együtt énekelni. Az a lényeged. Nem az, hogy énekhóráknak a legnagyobb részét utálják a gyerekek, mert szolmizálásra tanítják őket. Ugye? Ugyanúgy a gyerek játékokkal. Hát most minden játék az verseny. Ki erősebb, ki butább, ki nagyobbat ugrik, ki nagyobbat köp, stb. A népi játékokban nincs győztes és legyőzött. Következetesen több ezer év óta. Az együtt éneklés, az együtt játszás öröme, az pótolhatatlan, azt nem elégíti ki egy bizonytalan győzelem se. De ezekre kell rászoktatni a gyerekeket. Tehát a gyermekeknek a nevelése, hogy hogyan ismerik meg egymást, hogyan tanulják meg a szeretet kifejezését. Erről egy külön tanulmányom van, a szeretet a néphagyományban. Ahol felsorolom azt, hogy a szeretet az nem elég, ha érzelem. Az semmit se ér. A szeretetet ki kell mutatni. A szeretetet gyakorolni kell. Az egy parancs. A szeretet, mint érzelem, az semmit se ér. Csak akkor, hogyha annak a szeretetnek megvan a közlésének, átadásának az öröme, ami visszahat, és az átadót nagyobb örömben részesíti, mint az, aki kapja. De ezeket hiába elméletileg, hiába fogalmazzuk meg. Ezt gyakorolni kell, ezt csinálni kell, és akkor az emberek megvágynak erre.